sehr dankbar. Haben mich voll gekickt. Zu rasch. Hát magával mi van? Úgy látják szemei, mintha egybeolvadt volna avval a némberrel. Nőstére, most jött rá! Megröbözi! Úgy de jó! Kedves harcos! De jó, így be volt bugolva, bazd meg! Még egy csuhás! Azt hittem egyedül járja az világot. Változnak az idők, Gorm. Bocsássanak meg, de tudja. Ha nálunk, ha ránk jön, akkor ránk jön. Meg tudom érteni, a szükség törvénybont. Tudja, négy nőstényem van. Egyszerre mindet nem tudom. Nagyon állat. Jó magának. Tudja, a kuplerájban vannak olyan ágyak, melyekben egyszerre többet is tud. Ó. Voltam már ma arra is. Azok a nőstények nem harapnak úgy, mint a mieink. Kedves Morpheus barátom, már mesélt a párzási szokásaikról nekem, kedves Gorm barátom, hogy az ő asszonyaik sokkal jobbak, mert ők harapnak. Viszont kaptam minap egy levelet, melyen nem volt pecsét. Szeretném ezt megmutatni magának, hogy a maga kézírása van-e rajta. Hát lássuk! Fölismeri a levelet és tartalmát? Igen, ezt én írtam. Ez igazán megnyugtató számomra. Ám viszont kellemetlen ténnyel fűszerezi, hogy több csatlósa, ha jól hallottam, akkor elesett. Igen, igen. Ezt a könyvet hazahoztuk a klánomba, őrizetbe, bevittem az egyik házba. Mondtam az őröknek, vigyázzanak rá. Nem tudom miért, de valami folytán egymásnak estek. Ez a könyv, mintha meg lenne átkozva. Bevittem a sámánomhoz, hát a féken tudja tartani. És elboldogult vele? Hát, mondhatjuk. Meg még két farkas is belehalt. Nem tudom milyen könyv ez. Hát, hogy maga tudja. Már így értem levelének célját. Akkor ha megengedi, kikötnénk itt hátasainkat, és szemügyre venném a könyvet. Ó, persze. Köszönjük vendég fogadtatását. Igazán... Jöjjenek! Elmegyünk a sámánnak a házába. Ó, a sámán, nézzük. Gyere, hadd mákom valahogy bebugolt a master rúgom, mert onnan bannolt volna azt, hogy azt a kurva, velem voltak most hirtelen a fankom istenek. Mindig jól lehet más kultúrák varázsló. És mondja, csuhás, a magának ez most tanítványa vagy? Mi az ördög akar ez lenni? A szaga olyan furcsa. Ő is egy mágus. A Felgárti Grand Magister megbízásából alakítottunk egy mágus rendet, melynek ő is vezetője és tagja. Nem, akkor is olyan különleges a szaga. Nem olyan, mint a magukét csuhás. Csuhásoknak. Tudja, mint ahogy mondta ő is előbbi szavaiban, ő a más kultúrák más illatokat is rejtenek. Az egy kibaszott jó megcsinálta. Igazán tetszetős a hely, hol lakik. Kibaszott jól megcsinálta, baszd meg! Hát mindjárt lehidalok. Bejöttem, tetszetős. Mindjárt elkérem a sámántól a könyvet. Ez a könyv lenne az. Ah.
Már egy ilyen könyv volt a birtokomban. Igazán sötét mágiakkal van átitatva. Talán jobb, hogyha Morpheus is vet rá egy pillantást. Ettől a könyvtől őrültek meg katonáim. Rám most sincs hatással. Há? Igaz, maguk mágusok. Tudja, kedves Gorb, lehet mi nekem átok, lehet neki egyszerű hétköznapi olvasmány. Ilyen könyveket vannak, hogy mágusok úgy, mint úgy olvassák, mint maguk az árnyékszéken az újságot. Csak egy hétfő, tudja. De talán így megérti, miért nem volt hatással rám a könyv. És mesélje. Ugye, és mesélje, mit rejt a könyv? Hiszen ez egy hegyes fülű. Ne aggódjon, nem bántom. Nem hoztam volna magam... Meg is áll szándékomba. Nem hoztam volna magammal utitársként, ha nem tudnék érte kedeskedni, Gorb. Tudtam én, hogy valami más, más a szaga. Az órunk sose csal. Meséljen a könyvről. Mondja, miféle szerzett maga? Én? Ja. Elf. Hagyjuk akkor, hogy kommunikáljanak. Hát, nem úgy néz ki, mint egy elf. Megbamborázott egy könyv. Sötét. Elf lettem tőle. Ez is olyan könyv volt, mint ez? Nem igazán. Teljesen más könyv. Miféle könyv ez, amit én adtam? Ez egy rituáléhoz kell. Egyfajta varázslatnak az elsajátításához. Ha jól néztem a könyvben... Tessék? Talán, hogyha egy kicsit jobban kifejteni barátunknak, lehet jobban megérteni. Nem igazán érti a mágusok szavát, hogyha ilyen egyszerűen magyaráz neki. Én értem, mire gondol, de szeretném, ha egy kicsit jobban kifejteni neki. És nekem is, természetesen. Nos, a könyvből olvasva, ez egy bizonyos vérmágiához kapcsolódó könyv, amivel meg lehet szerezni a tudását a vérmágiának. Miféle mágia ez a vérmágia? Gondolom, ez nem olyan, mint amit a felgáti csuhások használ. Nem. De nem volt szerencsém még tapasztalni vérmágiát. Csak könyvekben olvastam róla. Ez az első olyan könyv, ami úgymond segít elsajátítani a vérmágiát. Talán én egy kicsit tudom pontosítani, ha megengedi. Ha egy kicsit jobban előre látok, akkor azt látom a könyvből visszaemlékező szemeimmel, hogyha valaki a vérmágiát és pecsétjét használja, akkor az a fél életével fizet érte. Pontosan azt akarja, amit ejtenek ezek a szavak. Ha aktiválja valaki a tenyérpecsétet, akkor az elveszíti fél életét. Ezt nem lehet jobban elmagyarázni. Cserébe felruházza olyan mágiával, mely nem visszavonhatós életerő sebzést okoz a másikon. Bocsánat, meg kell támaszkodnom egy kicsit. Az előrelátás mindig legyengít egy kicsit. Jól van, csuhás. Aggódjon, értem, már kezdem megszokni. Kielégítő volt a válaszom, Gorb. Igen. És mi a minap járt itt egy hölgyemény, annak is olyan furcsa szaga volt. Hölgy.
hasonlított a könyvéhez, a könyvnek a szagához. Tudom, mire gondol Gorb. Sőt... Furcsa autó vette körbe. Találkoztam is szerinte ebből a hölgyel. Ha látta az óráját, le tudná nekem írni. S talán én is vissza tudok rendesen emlékezni arra, hogy mit is láttam. Sötét aurája volt, mint aki már egy ideje itt él ebben a világban. Hát... Meg rá pár napra, mert volt egy üzletem vele. Rino nyereggel kapcsolatban, akkor az apja hozta el, annak még sötétebb volt az aurája. Nem érzett esetleg a nőn más szagokat is? Nem érezte mondjuk... Hogy is mondjam? Ez egy nehéz szó. Tudja, amikor maga is az asszonyokkal hál. Izzadság és szégyen szagát. Egy nagyon picit. Hát megizzasztottam volna tény, és való úgy, mint az én nőstényeimet. Esetleg az a nő nem volt kecses és nem vörös ruhákat viselt? Azt hiszem, de... Elég formásan is állt rajta azok a ruhák. Vulpisról van szó. Nemrégiben találkoztam vele. És az izzadság és szégyen szagát azért kérdeztem, mert egy északi valhál és hordja gyermekét hasá méhében. Ó, egy északi harcosnak. Kiváló harcosok. Annyit és tudok... nagy kukupecek. Az biztos. De viszont a nő. A nő körül azért érzett sötét erőket, mert a véroltárának tagja. Sötét mágiákat gyakorol. Tudja, csuhás, engemet addig nem zavar, amíg még üzletelni tudok velük. Tudja, a klánummal az első. Ezt meg tudom érteni. Viszont Gorm, az lenne kérdésem, hogy mi szándéka akkor a könyvvel, és én mit tehetek magáért? Azért hívtam, mert veszélyt jelent a klánomra. Tudja, hogy meséltem, megőrültek tőle a harcosaim. Igen. Azt szeretné, hogy elvigyük innen a könyves biztonságba helyezzük. Igen. Maguk mágusok, maguk tudják, hogy mit kell ebből a könyvvel tenni. Morpheus, talán elmondanám, mit lesznek terveink a könyvvel, addig egy kicsit elmeditálnék a fejemben. Nos, mi lesz abban a könyvvel? Ugye a klánomat nem fogja veszélyeztetni. De egyáltalán nem. Távol visszük klánjától, amennyire csak lehet. Hol éjszakra. Aztán nehogy megtudják azok a hegyesfülű lembászkenyér zabálók, hogy egy ilyen könyv volt egy valgúr táborba. Én kezeskedem, hogy nem fogják megtudni. Elhelyezzük majd a konklávé könyvtáraiban, és majd elrakjuk a tiltott mágiák szekciójában. Mert tudják, ezek a hegyesfülűek vadásznak ránk. Ahelyett, hogy inkább sütögetnének otthon az erdejükbe, és dalolásznának. Higgy el, dalolásznak azok. Így is, és úgy is. Viszont kedves Gorm, nekem is lenne egy kérdésem. Tehát nem olyan nagy értékű számára, mint számunkra most ennek a könyvnek az elhelyezése, de talán minimális segítségünkért cserébe. Tehát tud mondani pár szót arról a nem messze elfekvő bázisról, mely itt helyezkedik el. Zászlaját koponya díszíti, és vérben forog, fekete alapon. Anyának odaszló. Azt nem tudom, hogy ki épített. Már itt van egy ideje mellettünk, tábortól, nem messze. Már mozgást nagyon nem láttunk arra. Egyszer sem?
Egyszer sem. Tán már otthonát rég, már tán már azt a házat rég elhagyták. Bár attól nem messze van lent egy palota. Ott talán mert egy sárkány volt a bejáratán. Nem messze tőle egy palota? Milyen irányba? Megmutassa! Amint elvonul a vihar, persze, természetesen, igazán vetnénk rá egy pillantást. Menjünk kijebb, hagyjuk a sámánt meditálni. Csak mondtál. Egy pillanat csuhás. Igazán érdekes teremtmények ezek a hatalmas óriások. Ők lennének a tiszta vérű vangúlok. Hát elég nagyra nőtt. Úgy látszik nem érti a beszédet, nem jelent veszély számunkra. Kivágták a nyelvét. Azért nem zárja össze száját, még biztos fájhat neki. Vezérünk kivágatta a nyelvét. Biztosan túl sokat beszélt. Vás! Népem tiszteletéből fogadja el ezt a fegyvert. Ebben talán egy kicsivel jobban fogja aprítani a krokodilokat. Bár virágszedésre nem alkalmas. Ó, igazán tetszetős a fegyver. Egy démon sárkány csontjaiból készült. Meglóbálom egy kicsit, megnézem milyen az egyensúlya. Igazán kiváló fegyver. Köszönöm az ajándékot. Nekem megtiszteltetés. Most hát akkor kedves Gorb, rogoljon ki előttünk, és mi követjük magát. Vezessen minket. Látják azt ott fönt? Igen. Az én szemem már nem igazán éles, csak egy szürke pontot láttam elhaladni az égen. Egy szárnyas oroszlán volt. Csőrrel. Egy griff. Miféle jó Egy griff, igen. Valaki talán kémkedett erre. Hát a sebes font haradásából, melyet csak láttam az égen. Igazából úgy ítélem meg, mintha csak hirtelen dolga akadt éppen. Jézusom, micsoda szavak! Jézusom! Hát magam vagyok meglepődve vagyok, hogy így beszélek. Ma... Hú... Jó, megy a stream. Bocsánat, csak hirtelen rám törtek a gondolatok.
Milyen fasz a nyerge, bazd meg. Kuva jól néz ki az egész, hogy összerakta. Eszméletlenül. Meg kicsit megmártottam vérben a fegyvert, melyet kaptam. Igazán hatásos. A legjobb kovácsunk készítette. Erre! Arra a homokbucka után lesz! Így kint a nyílt terepen? Igen. Nem volt túlságosan előre gondolkodó az építője. Nagyon trükkösek ezek a lények. Fák a sivatag közepén. Kicsit sem természetellenes. Lehet varázslatokkal hozták létre. Kössék ki, kérem, a lovakat. Úgy érzem, hogy célt értünk. Morpheus. Legyen kéznél mágiá, legyen szemfüles és legyen kész a varázslatra. Gorb, a fejszéje több mint hasznos lehet ezen a helyen. Reméljük, nem kell, hogy használjuk őket. Kérem, hagyják, hogy beszéljek, ha itthon találjuk a népert. Úgy érzem, hogy ez az ő otthona. Nem tudjuk ki ez, népünk messziről kerüli ezt a helyet. A sárkány nagyon ismerős nekem. Több, mint ismerős. Sírok. Mindenütt. Egy főre helyez. Kérem, nyissák ki az ajtót! Egy megfáradt vén utazónak. Úgy érzem, hogy tán nincs itthon. Morpheus, maga nem jártas az árak feltörésében véletlenül? Sajnos nem.
Hát ez sajnálattal hallom. Még nem volt szükségem rá. Én csak a fejek összezúzásához értek. Morpheus, kérem tekintsen körül, amennyire tud az épület körül, s ha lát valami furcsát, itt a bejárat előtt megvárjuk magát. Ez itt egy istálló lehetett, Gorb. Ez meg egy vérmedve. Távolról döglöttnek tűnt. De látom, hogy lélegzik. Igazán jól nevelt. Hát, nem egy jó házőrző. Micsoda bestia. Hál' Istennek, szelíd. Ha nálunk valaki egy ilyennel lovagol, az már Isten. S látja, úgy látszik, mégis rossz kezekben van tám. Hát azon kívül, hogy van egy pár, amire emberek vannak kifeszítve, más érdekességet nem láttam. Hogy érti? Pár ember? Igen, ott mutatom. Lehet, hogy rituálé volt. Ilyen fák vannak körbe, amire emberek vannak kifeszítve. Nagy veszélyukába, meséltek arról, hogy itt a szomszéd városból emberek tűnnek el. Éjszaka. Megpróbálom megfosztani embert a szenvedéstől. Hoppá! Micsoda mágia! Hát, nem erre a hatásra számítottam. Feltébb érdekes hatás volt. Megkaptam megfelelő tiszteletet. Legalább már nem szenved tovább. Békében. Szerintem jobb, hogyha tovább állunk. Hogyha ilyen rituálikat hajtanak végre másokon is, mi sem számíthatunk meleg szívű fogadtatásra. Ez mind a konklávé és talán mind Stormhold számára fontos lehet. Illetve magának, Gorb, maga és klánya kerülje ezt a helyet, és ne üzleteljen tovább ebben a nővel. Nem szeretném magát is egy ilyen fán látni. Értettem, csuhás. Bár ha úgy érzi, hogy ketté tudja hasítani koponyáját, ám legyen, ha úgy érzi, hogy ezzel megoldhatja a problémát. Pengé mindig készen áll. Gorb, azt javaslom, térjen vissza otthonába. Én és Morpheus tovább állunk. Felkeressük a kapitányokat. Lent délen, itt a folyó partján. Tám magának nem tudom, milyen kapcsolata van a Stormholdiakkal, talán még nem kéne szóba legyenniük velük, hiszen, ha jól tudom, maguk és a Stormholdiak háborúznak egymással. Tö. Kutyafattyak. Minden jó, csuhás. Magának is. Igen. Igen,
ez ilyen dolgokat csinálnak, az not good, not good. Ezt nem lehet szépen leropizni, nem lehet eltassolni, úgymond. Most elmegyünk Stormholdiakhoz. Tegyünk látogatást Stormholdnál. Ezt mindenféleképpen közölnünk kell a kapitánnyal. Csak lovagoljon át rajtuk! Kicsit elfáradtam. Tudom, én igyekszek úgy közlekedni, hogy könnyedén utolérjen. Kicsit akadozik a szójárásom, nagyon forog az agyam. Jó lett volna nagyon Beowulfot is bevonni. Amúgy nem is voltam Gorbagor. Igazán jól fogadta magát. Jobban, mint arra számítottam. Ennek örülök. Reménykedtem, nem támad. Ok nélkül ők nem harcolnak. Ó, ezt örömmel. Odaértünk Stormholdiakhoz, akkor szükségem lenne 2-3 perces meditációra. Akkor azt megejtjük a bázisuk előtt. Nem sokkal megérkezünk, nem messze magától. Talán, hogyha kényelmesebbnek érzi a meditációt, azt otthon is megteheti akkor. Rendben.
Hát most én is akkor, ha már van lehetőségem, kiugrok. Elnézését kérem. Semmi probléma. Készen áll a folytatásra? Jég. Lehet. Nem erre nem lesz rövidebb. De. Csak én is rossz irányba indultam meg. Megvallom az őszintét. Azért vagyok ilyen baszott mocső, mert rohadtul el vagyok gondolkodva. Morpheus. Elnézését kérem. Semmi probléma. Valamivel nagyon ügyet sikerik ott az az imp. Csak elintézzük. Csak nem önök jöttek ekkora hangzavarra. Tudja, még mindig párzási időszak van a krokodiloknál, és eléggé gondos az ideút. Ha nem bánja, elpusztítottam azt az impet, mely a szolgáját támadta. Megtiszteltetés, köszönöm szépen. A kapitány úrhoz érkeztünk, volna egy pár szavunk, melyet hozzáintéznénk.
Már is megkeresem, és szólok, hogy ide érkeztek. Köszönjük. Köszönjük. Biztos nagy útra készülnek. Látja azt a fehér elefántot? Jó rendesen fel van pakolva. Van rajta ládi, láda kettő is. Lehet. Egy fél pillanat, csak OC szenved a voice chat-tel, mert nem működik neki. Értem. Funkom istenei, szoktak szórakozni ilyen téren. Próbált ki az arosztrál testéből? Természetesen. Most próbálja másodjára, hát ha működni fog neki. Inquisitor uram, jól hallottam, hogy megérkezett. Jó, akkor... Bocsánatom, kérek várakozásért. Nem várakoztatott meg minket, sőt, nem régben érkeztünk. Van egy pár fontos hír, amivel igazán szeretnék számolni magának. Esetleg bemutatná a barátját? Vagy kísérőjét? Természetesen, bár jobb, ha bemutatkozását maga teszi meg. Morpheus volnék. Én Isaac Inquisitor vagyok. Üdvözlöm. Szintúgy. Ő is a konklávé egyik vezető tagja. Segít majd a mágusoknak a nevelkedésben, illetve oktatásában. Értem. Kérem, fáradjanak beljebb. Csak önök után. Erre tessék. Egy ajtót is csak önöknek. Kapitány uram, szólna a zenéteknek? Nagyon hangosan húzzák a nótát. Nem bántja az urat. Szerintem maradjunk itt kint az ebédlőben. Itt több ülőhely van, így mindenki le tud ülni. Ó, nagyon szépen köszönöm. Ó, már is sokkal kényelmesebb. Fárgászkével foglalj helyette is. Jaj, ott tetszettek helyet foglalni, én kérek elnézést. Azt hittem, hogy a díszesett székben foglal helyet. Isaac kapitány, ezért mentem oda. Ilyen kísérőjével szemben. Nem vagyok én a nadzolás híve. Hol van? Nos, hát uraim, azért jöttem magukhoz, mert tudom jó, hogy nincsenek jobban a vangulokkal. Ám de viszont, mint mágusként semlegesnek kell maradnom, ezért minden krónika vidékén minden néppel megpróbálok jó kapcsolatokat ápolni. Gord kedves ismerősöm, egy vangul a fehér agyar klánból, számolt be nekem arról, hogy tartja a kapcsolatot egy nőszeméllyel, s vele üzletelt. Eladott neki célosokat. Leírásából, melyről mesélt a nősténről elmondása szerint teljes mértékkel bizonyos vagyok, hogy Vulpis volt az, kivel találkozott, és megmutatta, hol van lakhelye. Érdekes. Viszont ezek a rinocéroszok. Üdvözletem. Üdvözletem. Üdvözletem, Alfred. Foglaljon helyet, kérem. Rendben. Mi a terve a rinocéroszokkal?
vagy csak egy sima biznisz lett volna? Pontosan. A angolok nem bonyolítják túl a dolgokat, ők mindent megpróbálnak a becsület útján intézni. Legalábbis az elmondása alapján a klánjában így mennek a dolgok. Nem vesznek. Most Gorgot én is ismerem személyesen. Egyszer kisegített, mikor bajban voltam. Akkor tudja, hogy... Angul egy elég barbár nép, viszont Gorgban teljes mértékben pozitívan csalódtam, azt kell, hogy mondjam. Akkor már tudja, hogy Gorb a harcos útját járva egyben becsületes is. És így, hogyha kérdőre vonja nálam szavát, akkor ő nem fog hazudni magának, mert nem ismeri azt a szót, hogy árulás. Kérem, hát hallgassa meg figyelmesen szavaim. Körbejártuk azt a házat, melyről Gorb beszélt. Egy hatalmas sírkert volt befelállítva falain belül, s kívül emberek megfeszítve. Egyet láttunk, hogy szenvedett egy fán. Én jó magam végeztem vele, hogy tovább ne szenvedjük. Mindent beborít a vér és a sötét mágia ereje. Ez nem hangzik túl jól. Mindjárt visszatérek, urak. Uhlenheim. Vulpisszal való... Hogy is mondjam... Támadásunkban teljes mértékben támogatom önt. Hogy azt kell, hogy mondjam. Nem is tudom, hogy ezt most mire véljem, hiszen én magam nem intézhetek támadást senki ellen. Ellátom azokkal a dolgokkal, amelyekről tudok, bizonyítva azt, hogy nincsenek rossz szándékaim. Úgy véltem erről... Nem zavarta önt a felakasztott emberek? Hogy ne zavart volna, hiszen én magam oltottam ki életét, hogy ne szenvedjen tovább. Talán ilyen barbárnak hát néz, akkor... hogy sorcsára hagyom az embereket egy fára szögezve? Kérem, értse. Nem erre akartam kiukadni. Csak próbálta valahogy úgy beállítani, mint hogyha csak a mi ellenségünk lenne Vulpis. Tudja, amikor találkoztam vele és meséltem róla magának, amikor volt az a találkozó, melyet Beowulf intézett el köztünk, akkor hangzottak el oly szavak, hogy nem akarja elhagyni a mágia útját, vagyis magát, ezt a vér otthonát. Próbáltam fölhívni ugye a figyelmét arra is, hogyha ezt tovább folytatja, csak pusztulás és halál vár rá, mely elvossa a gyermek, szüleg nem született gyermekét is. Ezt is mondtam magának, Kaiser kapitány. Így is van. Emlékszem rá. De mint én jó magam felgárti mágus, nem adhatok parancsot a Stormholdi Inkvizíciónak, főleg nem a vezetőjének. Nem is gondoltam. Minden esetre. Vulpis valóban fenyegetés jelent, mint Stormholdra, mint Krónikára. Fekete mágiája beszennyezi a vidékeket. És ez ellen tennünk is kell. A kérdés, hogy hogy teszünk, Hohenheim? Mit javasol? Említette, hogy meg tudná esetleg tisztítani a hölgyet. Talán a víz mágiának az erejével, s Morpheusnak a gyógyító erejével megoldható lenne. Ezzel nagyon kockázatos varázslat. Ahhoz viszont el kéne, hogy kapjuk a hölgyet. Éljen le. Ez nehezebb, mint amilyen könnyű kimondani sajnos. Talán nem érezte, de a hatásszünet kedvéért hagytam ezt a kis kihagyást a mondani valóban, hiszen én is érzem ennek a dolognak a súlyát. Lehet... Az egy dolog, hogy megtaláljuk. De Vulpis tudomásom szerint elég hatalmas mágus, és nem hiszem, hogy önként feláldozná magát a megtisztítás és a ceremóniára. Talán ezt meg tudjuk oldani. Nem hiszem, hogy... Gondolja, hogy Beowulf annyira hatással tud lenni rá? Ne. Sőt, talán kitart végsőkig. Ám de viszont...
Ha egy apró tervvel készülünk, minimálisra csökkenthetjük a veszély kockázatát. Alfred, ha jól tudom, eléggé tapasztalt, már kezd már lenni a mágiákban. Ha elkezdek egy levelezést Beowulf-fal, s kérek tőle még egy találkozót Wolfis-szal, meghagyom neki azt, hogy válassza ő a helyet, hogy teljesen a biztonság kényelmébe ringathassa magát. És én találkozok majd vele. Saját testi épségemet nem féltve, Morpheus-t meg fogom bízni avval, hogy Alfreddal együtt, nagyhatalmú mágiáikkal, ha kell, engem is küldjenek a földre. És majd maguk, hogyha kedvesek, felsegítenek engem. De Vulpiszt hagyják ott, pihenve. És miután visszanyerem az erőmet, elegendő varázsfőzet fogyasztása után, miután egy kicsit kitisztult az elmém, megpróbáljuk végrehajtani a varázslatot. Beowulfot, ha nagyon ellenkezik, próbálják meg inkább csak kiütni, majd kiláncolni falakhoz, hiába ordibál, hiába kiabál. Majd én eltüntetem az emlékeket az elméjéből. Nos, ez elég tiszta megoldásnak hangzik. Legyen így, Hohenheim. Inquisitor uram, hogyha egy szóra megengedi. Csak tessék. Hohenheimhoz szólnának szavaim. Eme terv hallatán elgondolkoztam, hogy számításba vette azt a tényezőt, hogy Beowulf esetleg elég hevesen már tervünk elején közbeavatkozna, ezáltal meghiúsítva eme kifontolt gondolatmenetet. Tudja, botorság lenne feltételezni számomról azt, hogy a Stormholdi katonák egyetlen egy ember haragját nem tudnák elcsitítani. Ez az. Ebben nem is kell kételkednie, viszont mindkettőjük, akár Vulpis Beowulfra, akár fordítva, nagy hatással vannak egymásra. És lehet, hogy nem úgy alakulnának a dolgok, mint ahogy azt akármelyikünk is elképzelte. Lehet, viszont ezt nem tudhatjuk előre. Tehát javaslatom szerint maradjunk ennél a tervnél. Ha valami belősülne el, még mindig mi vagyunk erőfelényben. És az életemet csak én kockáztatom. Ha nem vagyok jövőben látó, mely megmondja a teljes értékű jövőt, én is csak a tapasztalatomra és a tudásomra hagyatkozhatok. Hogyha ez csődöt mond, akkor létem felesleges-e vidéken. Os. Hohenheim. Mondja. Stormhold segítségét ajánlja önnek elnemes misszió alkalmával. Enyém a megtiszteltetés, hogy a konklávé és az inkvizíció első küldetése elkezdődhetés. Bízom a teljes sikerben és az inkvizíció teljes odaadásában, és ezt ugyanígy viszont fogom garantálni. A mágus torna hamarosan teljesen elkészül, és képesek leszünk befogadni az újonnan érkezőket. Könyvtárunk már dagadni kezdett a könyvektől. Szóval, hogyha találkoznak mágiát kívánni tanuló tanoncoktól, már küldhetik is hozzám a madaraikat. Rendben, köszönjük. Ennél viszont, egy szóra. Az önök megalakított konklávéjáról lenne szó, ha megengedi. Tegye fel kérdését bátran, figyelem magát. Akit az imént bemutatott, Orpheus, ugye be? Igen.
Nos. Felgárdban olvastam egy poros könyvről. A sötét elfekről. És bár nem láttam teljesen az arcát, kivehetően. De van egy sanda gyanúm, hogy ő egy sötét elf. Tudja, mi nem kedveljük, nem szívleljük a sötét mágiát. Főleg nem, hogyha egy magas pozícióba kerül e használója. Teljes mértékben megértem aggodalmát, hogyha a tegnapi beszélgetésünkre úgy szintén visszaemlékszik, tudja, hogy Alfred hibájából szennyeződött meg a teste. Egyelőre ármány és sötét gondolatai teljes mértékben kordában tartja. Kény könyvének hatalmát egy mély sötét lyukba zárta elméjében. Ennek ellenére, ha esetleg valamiféle információnk akad arról, hogy nem így történnek a dolgok. Ugye tudja, hogy Stormhold közbe fog avatkozni. Nem szeretnénk, hogyha a báróink és a vezetőink ez olyan mágus lenne kiküldetve a konklávétól, akik sötét mágiával szennyezik a birodalmat. Esetleg egy italt? Látom, torkán akadt a szó. Most nézze, uram. Isaac kapitány. Igen. Nem kell tud tartania, hogy sötét mágiát használok, attól függetlenül, hogy a testemet eltorzított a kény könyve. Szavamat adom. Rendben. Viszont ha mégsem így történne, emlékezzenek-e szavakra, kérem. Nem fogjuk elfelejteni a szavát, higgyel, Isaac kapitány. Számunkra az inkvizícióval való együttműködés ugyanolyan fontos, hiszen a mágia egyensúlyát is meg kell tartani valahogy. És a sötét mágiákat elzárni olyan távoli könyvtárakba, olyan lakatok mögé, melyeket olyan kezek nem érinthetnek, akiknek nem feladata ezt gyakorolni. Ezzel egyetértek, az inkvizíció is ehhez, hogy erre törekszik. Hogy vélem, hogy sárgyakra specializálódunk. Viszont a tudás, ami netán rossz kezekbe kerülne, az az önök felelőssége elzárni. Azért is vagyunk itt, Isaac kapitány. Minden esetre. Van még valami esetleg? Nincsen más. Ezzel szerettem volna felkeresni magát, hiszen megígértem, hogyha bármit is tudok, azonnal szólok magának, s mivel erre jártunk. Úgy voltam vele, hogy talán egy személyes találkozó sokkal jobb, mint egy papírusz, melyet az eső áztatott. Rendben. Most köszönöm, hogy eljöttek és megosztották velünk információikat. Akkor mi távoznánk is, Isaac kapitány, és amint intézkedtem, madaramat azonnal kirepítem és értesítem magát. Rendben. Figyelni fogom a postagalambot. Kövessen, Morpheus. Ideje visszatérni tornyomba. Rendben, követ. Köszönöm. Menjen, Inquisitor uram. Köszönöm, elkötelez.